indul a Top Plusz, új pályázati lehetőségekről tájékoztattak a megyeházán. Tavaszra kész, 36 kisgyermeket várnak az új nagykállói bölcsődében. Már gyűjtik, újra várják a karácsonyi adományokat Nyíregyházán. Már pályázhatnak az önkormányzatok a Top Plusz első felhívásaira. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe több mint 150 milliárd forint fejlesztési támogatás érkezik. Ez a Kölcsei Televízió híradója. Köszöntöm Önöket! Az idén indult újabb 7 éves Európai Uniós ciklusban a korábban már ismert lehetőségek mellett egy új elem is megjelenik. Belterületi utak építésére és felújítására is forrás nyerhetnek a települések. A lehetőségekről adtak hétfőn tájékoztatást polgármestereknek, valamint egyházi és civil szervezeteknek a megyeházán. Polgármesterek, valamint civil és egyházi szervezetek képviselői lepték el hétfő délelőtt a megyeháza dísztermét. A jelenlévők a terület és település fejlesztési operatív program plusz pályázati lehetőségeiről és az igénylések követelményeiről kaptak tájékoztatást. Az eseményen a területért felelős helyettes államtitkár azt mondta, a program kerete nagyságrendileg 600 milliárd forinttal nagyobb, mint a 2014-ben elindult TOP forrás alapja. Ezeket a forrásokat Magyarország kormánya biztosítja, tehát jelenleg 1800 milliárd forint az az összeg, amelyet a Magyarország kormánya döntése értelmében a településeken keresztül juttatunk el a gazdaságba, és ezért mindenféle olyan fejlesztés megvalósulhat, amely az elmúlt időszakban is lehetősége volt a településeknek, és néhány új terület is beérkezik. A forrásokat majd a későbbiekben tudjuk Európai Uniósítani, amikor az Európai Unió is utoléri a hazai tempót. Az elmúlt 7 évben számos külterületi út, kerékpárút, közintézmény, iskola, óvoda és bölcsőde újult meg vagy épült fel topos forrásból a megyében. Ezekre az újabb Európai Uniós fejlesztési ciklusban is pályázhatnak az önkormányzatok. A jövőben továbbá már olyan beruházás is megvalósítható, amire korábban csak hazai pályázatok kínáltak segítséget. Számos támogatási elemet tartalmaz, turisztikai fejlesztésektől az infrastruktúrális fejlesztésekig. Új eleme például ennek a fejlesztési csomagnak az, hogy belterületi útra is lehet pályázni önkormányzatoknál topos fejlesztésben. De hát a korábban már jól megismert és a kollégáktal jól belakott pályázati programok indulnak, hasonló néven is egyébként. Látszik, hogy nagyon nagy fokú az érdeklődés az önkormányzatok polgármester kollégák részéről. A Top Plusz első felhívásai már októberben megjelentek. Ezekről az érdekeltek a pályázat.gov.hu oldalon tájékozódhatnak. Jövő tavaszra készül el az új bölcsőde Nagykállóban, 3 csoport szobában 36 kisgyermeket tudnak fogadni az új intézményben, ahol nagy foglalkoztatót és sószobát is kialakítanak. A térségben az elmúlt 5 évben 15 bölcsőde épült vagy épül, így gyakorlatilag minden igényt ki tudnak elégíteni. Az ablakok már a helyükre kerültek az új nagykállói bölcsődében. A belső munkákat végzik az épületben. Egy műszakilag nagyon jó tartalommal sikerült megálmodni. Horváth Tibor, nagykálló polgármestere azt mondta, hogy a 3 csoportszoba mellett nagy foglalkoztatót és sószobát is kialakítanak a bölcsődében. 36 férőhelyes, 3 csoportszobás bölcsődét építünk, amint a sajtótájékoztatón ugye elmondtam, van egy különlegessége, ami egy előrelépés mindenféleképpen nálunk, egy nagy foglalkoztató szoba, ami több mint 50 négyzetméteres és szeparálható, egy mobil fallal, ami hangszigetelt, ezáltal akár 2 külön foglalkozást is lehet tartani a helyiségekben, emellett sószoba lesz, és szeretnénk a már meglévő, városban működő bölcsiseknek, kisgyerekeknek futó foglalkozásokat áthozni, annak otthont adni, illetve szeretnénk nagyobb hangsúlyt fordítani itt az egyéni fejlesztésekre, és lehetőséget adni a csoportos fejlesztéseknek is. Sima Miklós, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, nem csak Nagykállóban épül bölcsőde. Összesen a térségben 15 intézmény épült vagy épül. Hála Istennek! 15 bölcsődével gazdagodott a választókerület, ez egy 30-32 bölcsődei csoportszobát jelent, ugye egy csoportszobában testvérek között is 12 gyermek fér el,
és ilyen formán a választó körzetbe a legszükségesebb igények azok kielégítésre kerültek. Azonban fölhívnám a figyelmet nagy tisztelettel, hogy újra ki van írva a területfejlesztési operatív program plusz nevezetű uniós pályázat, ahol bölcsődéket is lehet pályázni. Több nagyobb önkormányzat jelezte már, hogy szeretne bölcsődét építeni, okulva a többi önkormányzat sikerén. A nagykálai bölcsőde jövő tavasszal készül el. 3 csoportszobában összesen 36 kisgyermeket tud fogadni az intézmény. Új bölcsődét építenek Máté Szalkán is, a közel 1000 négyzetméteres új épületben 6 csoportszobát terveznek, melyből 2 helyiség speciális nevelési igényű gyermekek részére lesz kialakítva. A kertben babaház, lengőhinta és rugós játék is várja majd a kicsiket. A beruházás 550 millió forintból valósul meg. Alapkőletétellel indul az új bölcsőde beruházása Máté Szalkán. Egyelőre még csak a látványterv látszik, de itt ezen a területen épül majd meg az új bölcsöde. Közel 1000 négyzetméteren 6 csoportszobát alakítanak majd ki, melyből 2 helyiség speciális nevelésű igényű gyermekek részére lesz kialakítva. A kerthelyiséget pedig fákkal, új játékokkal és babaházzal teszik még szerethetőbbé. Büszkék lesznek majd rá a Máté Szalkaiak, mikor megépül ez az új bölcsőde, ami már teljes mértékben 21. századi követelményeknek megfelelő méltó színvonalú intézmény lesz. A látványterveket is bemutattuk, és én azt gondolom, hogy egy valóban különleges égköve lesz ez az épület Máté Szalkának. Ezen túl talán még fontosabb ennél, hogy biztosak vagyunk benne, hogy az a 6 csoportnyi kisgyermek benépesíti azt a helyet, amit most a kivitelezők megépítenek. És fontos számunkra az, hogy ebből a 6 csoportból 4 csoport általános csoport, 2 csoport speciális nevelési igényű gyermekek számára is helyet ad most. Így olyan családoknak is tudunk segíteni, akiknek a korábban nem vagy korlátozottabb formában tudtuk megoldani az ellátást. A beruházás itt nem áll meg a jövőben, új fejlesztések is megvalósulhatnak a térségben. Nagyon komoly bölcsődefejlesztési programot valósítunk meg a területi operatív program keretéből. Ez még a mostani fejlesztési ciklus keretében, de a jövőben is folytatjuk ezt a programot, és olyan fajta intézményeket teremtünk, amely munkahelyeket is teremt, vagy munkahelyeket is megtart, hiszen olyan gazdaságfejlesztési eszközről beszélünk a bölcsőde esetében is, amellett, hogy nyilván családi jóléti programról van szó, amelyek lehetővé teszik, hogy a munkavállalók minél előbb a munkaerőpiacra integrálódhassanak, és hát nagy igény van erre a ellátásra Máté Szalkán, ahogy hallottuk polgármester úrtól, hosszú sorok állnak a bölcsődei ellátásért a városlakók körében. Ezzel remélem, hogy sikerül ezt a feszültséget enyhíteni, és hát reméljük, hogy minél több gyermek születik itt Máté Szalkán, és ahogy hallottam, további új munkák is létesülnek a közeljövőben. A családok számára lehetőséget nyújt ez az új bölcsöde, hogy a szülők visszatérhessenek a munkavilágába. Azt gondolom, hogy a foglalkoztatáspolitika megfordult néhány éve, és most a Covid helyzet után az újjáépítésbe vagy az újjászervezésbe megint ugyanannyi foglalkoztatott van, a munka nélküliség csökken. És azt gondolom, hogy a cégek is visszavárják azokat a jó munkás embereket, dolgozókat, akik nem akarják, hogy a gyás idejét, a 3 évet kitöltsék, és a 6 hónapos korú gyereket el tudják vinni már bölcsődébe. És igen, ez egy foglalkoztási eszköz, hiszen ezzel a bölcsődei szolgáltatással, a gyerek védelembe vételével és gondozásával felszabadul a családnak az erőforrása, és nyugodtan el tudnak menni dolgozni. A tervek szerint jövő szeptemberben már birtokba is vehetik a Máté Szalkaiak az új bölcsödét, ahova 72 gyermeket várnak. 2021-ben sem kímélte meg az agrárgazdálkodókat az időjárás. Vihar, jég, belvíz és szárazság is sújtotta az ágazatot, ezért is időszerű az idei kárenyhítő juttatás iránti kérelmek benyújtása. A kérelmek beadásánál több dologra kell figyelniük a pályázóknak. Házakra dőlt faágak Nyíregyháza belvárosában. A felvételek még augusztus elején készültek. A vihar nem csak a lakóépületekben tett károkat, a mezőgazdaságban is éreztette hatását.
Pozitívum ugyanakkor, hogy csak kis területekre korlátozódott, és nem tett tönkre egybefüggő földeket, ültetvényeket. Az Agrárkamara megyei elnökének elmondása szerint a megye gazdálkodóit idén nem érte annyi kár, mint más években. Mi elő szoktunk járni itt a fagyok miatt, vagy jégverés, a gyümölcsös nagy területet foglal itt el. Most én úgy gondolom, hogy a mi megyénk egy kicsit átrább kerül ebből. Nem is baj, ha a gazdálkodókat nem éri ilyen kár, és inkább az árak mennek magasabbra, és azzal a gazdálkodással tudunk esetleg jövedelmezőséghez jutni, és nem a kárenyítésből várjuk a megváltást. Akik azonban mégis súlyosabb kárt szenvedtek el, kárenyhítő juttatásra pályázhatnak. A kérelmek benyújtási határideje november 30-a. Ennek azonban több feltétele van. Azok a mezőgazdasággal foglalkozó őstermelők, vállalkozások, egyéni vállalkozók adhatnak be ilyet, akik a kárt bejelentették, visszaigazolást is kaptak, hogy annak mértéke meghaladta a 30%-ot, és szeptember 15-éig befizették a kárenyhítési hozzájárulást. A megítélt összeget pedig befolyásolja, hogy kötöttek-e a gazdák üzleti alapú biztosítást. Üzletalapú biztosítása, ha nem volt valakinek, akkor ebben a bizonyos kárenyítésből 20% a vállalkozónak a kára, a termelőnek a kára, és a fennmaradó 80%-ot csak akkor kapja meg, ha volt üzletalapú biztosítása. Amennyiben nem volt, akkor ennek a 80%-nak csak a felét, azaz 40%-ot kaphat a kárenyítésből, a hozamkiesés után megállapított, forintosított hozamkiesésből. A megyei elnök hozzátette, a hozamkiesések forintosításakor sokan esnek ki a kárenyhítésre jogosultak közül a magas felvásárlási árak miatt. Kérelmet beadni kizárólag a Magyar Államkincstár erre szolgáló elektronikus kérelembenyújtó felületén lehet. A kincstár aztán legkésőbb 2022. március végéig dönt az összegek odaítéléséről, valamint addig teljesíti is a kifizetéseket. Családfa a Karácsonyfa alatt címmel kutatói munkára invitálja a fiatalokat a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltár, hogy minél jobban megismerjék szüleik, nagyszüleik történetét. Az intézmény segítségével egy különleges családfa, vagy akár virtuális családi album is elkészíthető, ami személyre szóló meglepetés lehet karácsonyra is. Éppen egy állami anyakönyv kötetet lapozgat, ez az önkéntes kutató a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltár családkutatói sarkában. Az intézményben azt szeretnék, hogy a következő hetekben minél több tanuló lépne be hasonló szándékkal, hogy többet megtudjon szeretteiről. Ehhez hirdették meg a 7. Ziglen című felhívást. A jelentkező diákoknak egy legfeljebb 20 fotóból álló prezentációban kell bemutatniuk családjuk 3 generációjának történetét. Elsősorban gyerekeket kívántunk megcélozni, rámutatni arra, hogy nem csak a boltba lehet betérni és vásárolni a nagyszülőknek, dédszülőknek ajándékot, hanem lehet egy olyan kis családfát csinálni, ami biztos, hogy örömet szerez mindenkinek. Azt reméljük, hogy a fiataloknak is, miközben kutatnak, illetve azoknak, akiknek az ajándék készül. A szakemberek azt javasolják, érdemes a legalapvetőbb dolgokkal kezdeni, beszélni a rokonokkal, régi családi fotókat keresni. A levéltárban aztán szakemberek segítségével újabb érdekes információkhoz lehet hozzájutni. Egy belső online rendszeren keresztül a megye bármely településének egyházi kivonatai elérhetőek. A cél az, hogy a fiatalok akár hosszú távon is kedvet kapjanak a kutatói munkához. Több lehetőséget is kínálunk a gyerekeknek. Az első lépés, hogy sétáljanak el a levéltárba, akár a családjukkal, akár az iskolájukkal, és ismerkedjenek meg azokkal a forrásokkal, amelyből lehet pótolni mindazokat az adatokat, amelyeket otthon nem tudnak összegyűjteni. Mert hogy az első lépés a családkutatásban az az, hogy beszélgetni kell a szülőkkel, nagyszülőkkel, rokonokkal. Most ugye a Mindenszentek és a Halottak napja is egy olyan alkalom, mikor egy kicsit jobban előtérbe kerül a család, a családtagok, hova mentek, mit csináltak, mikor születtek, kivel házasodtak. És azt reméljük, hogy erre igyekszünk rá beszélni legalábbis a gyerekeket, és azt reméljük, hogy mindez felkelti az érdeklődésüket, és saját családjukat megismerve egy kicsit az identitástudatukat is erősíthetjük. A 7. Ziglen című felhívásra a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltár e-mail címén lehet regisztrálni, a legjobb prezentációt beküldőket pedig értékes könyvjutalomban részesítik.
Gyermekjátékokat, ruhákat, kozmetikai termékeket és tartós élelmiszert is gyűjtenek a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központban. Az adventi adománygyűjtés hivatalosan december közepéig tart, de utána is fogadják a felajánlásokat, amelyeket aztán szétosztanak a rászoruló családok között. A korábbi évekkel ellentétben azonban a járványhelyzet miatt idén a karácsonyi ünnepség elmarad a központban. Konzervekkel és tisztítószerekkel van tele az asztal a Nyíregyházi Gyermekjóléti Központban. Ez a szállítmány nemrég érkezett a Magyar Élelmiszerbanktól adományként. A raktárban pedig egy zsák plüssjáték várja, hogy rászoruló gyermekek arcára mosolyt varázsolhassanak. Idén már október közepétől gyűjtik a karácsonyi ajándékokat a központban. Korábban is gyűjtöttünk természetesen folyamatosan ajándékokat, de 2016 óta működünk így ebben a szervezeti formában, mint Család és Gyermekjóléti Központ, és nagyon fontos számunkra mindaz az adomány, amelyet a családoktól, egyénektől, esetleg vállalkozóktól kapunk. Ez a tavalyi évben azt jelentette, hogy kb. 400 családnak tudtunk ajándékot adni, és ez nagyon fontos, mert ezek a családok általában így tudják megoldani az ajándékozást, és így juthat nagyon sok gyerekhez ajándék. Olyan játékokat várnak, amelyeket bárki szívesen adna a gyermekének. Fontos, hogy ne leselejtezésre használják ezt a lehetőséget a családok. Tini lányok részére pedig akár kozmetikai szereket is szívesen fogadnak. A gyűjtés központja idén is Nyíregyháza, az adományokat azonban a járás különböző településeire is eljuttatják. Korábban ezt egy ilyen decemberi karácsonyi ünnepség keretében adtuk át a családoknak ezeket az ajándékokat. Most sajnos ezt a járvány miatt nem tudjuk megtenni, kivisszük a családokhoz az összegyűjtött ajándékot. Bár a plakát szerint a karácsonyi adományokat 2021. december 11-éig fogadják, a felajánlásokat utána is bárki beviheti a május 1-téri Család és Gyermekjóléti Központba. Ismét kedvezőtlen a levegő minősége Nyíregyházán, a mérőállomásokon csaknem 50 mikrogram a szállópor mennyisége köbméterenként. A háromnapos előrejelzés szerint szerdáig marad a szmogos levegő, a szállópor mennyiségének növekedése elsősorban a szilárd tüzelésnek tudható be. Sokan az összegyűjtött avart is elégetik, pedig azt Nyíregyházán tilos. Fennállásának 30. évfordulóját ünnepli a Bökönyi Birkózó Klub. Az Egyesület tekintélyes eredmény listáját egy közel egy hónapig látható kiállítás mutatja be a Község Művelődési Házában. A klubnak az elmúlt időszakban újra kellett szerveznie az edzéseket, de januárban már versenyeken bizonyíthatnak a fiatal versenyzők. Sorakoznak a trófeák a Bökönyi Művelődési Ház előtermében. A helyi birkózó klub elmúlt három évtizedének sikereit serlegek, érmek, különböző erekjék és újságcikkek örökítik meg. Az Egyesület a megye egyik legjelentősebb utánpótlás birkózó bázisának számít. Számos országos és nemzetközi szinten is meghatározó sportolót neveltek ki, Pistár Róbert személyében pedig egy serdülő világbajnoki ezüstérmessel is büszkélkedhetnek. A klub 1990-ben alakult, 1990. szeptemberében, amikor ide kerültem a településre ugye pedagógusként dolgozni, és akkor merült fel az ötlet bennem, hogy esetleg csinálhatnánk egy birkózó csoportot, és ugye a község, az iskola akkor támogatott, és így indult ez az egész történet. Aztán eltelt pár év, nem is olyan nagyon sok, 5 év, és lett egy világbajnoki ezüstérmesünk is, aki ugye a mi nevelésünk, a mi színeinkben birkózott a magyar válogatott tagjaként, és így lett serdülő világbajnoki ezüstérmes. Emellett tucatnyi magyar bajnoki és diákolimpiai címet szereztek a klub által kinevelt sportolók. A tekintélyes eredmény listát 2010-ben a Birkózó Szövetség a Birkózás Városa díjjal ismerte el. Az Egyesület ma is elsősorban a helyi általános iskola és a környező települések diákjaiból merít. Mint azt a klub elnöke elmondta, a szükséges fejlesztésekhez és a versenyeztetéshez a szövetség támogatását is igénybe tudják venni. Pályázatokat hirdetnek, ahol mi is nyerünk, és ez nagyon sokat segít, hiszen
ezáltal nem csak a helyi vagy a kistérségi versenyekre juthatunk el, hanem például az országos vagy a nemzetközi porondra is kitekinthetünk, és bármilyen segítséget kérünk tőlük, például a birkózó szőnyeget kaptunk, meg ha van segítség, akkor tájékoztatnak bennünket, és engedik, hogy a kistérség is igénybe vegye. Mivel a járványhelyzet sokáig nem tette lehetővé az edzéseket, a klubnál újra kellett szervezni a fiatalok felkészítését. A tréningek jelenleg a Bökönyi tornaterem felújítása miatt tégláson zajlanak, a sportolók pedig versenyszerűen legközelebb januárban léphetnek birkózó szőnyegre. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Már pályázhatnak az önkormányzatok a TOP Plusz első felhívásaira. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe több mint 150 milliárd forint fejlesztési támogatás érkezik. Az idén indult újabb 7 éves Európai Uniós ciklusban a korábban már ismert lehetőségek mellett egy új elem is megjelenik. Belterületi utak építésére és felújítására is forrást nyerhetnek a települések. A lehetőségekről adtak hétfőn tájékoztatást polgármestereknek és szervezeteknek a megyeházán. Jövő tavaszra készül el az új bölcsőde Nagykállóban. 3 csoportszobában 36 kisgyermeket tudnak fogadni az új intézményben, ahol nagy foglalkoztatót és sószobát is kialakítanak. A térségben az elmúlt 5 évben 15 bölcsőde épült vagy épül, így gyakorlatilag minden igényt ki tudnak elégíteni. Kutatói munkára invitálja fiatalokat a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltár annak érdekében, hogy minél jobban megismerjék szüleik, nagyszüleik történetét. Az intézmény segítségével egy különleges családfa vagy akár virtuális családi album is elkészíthető, ami személyre szóló meglepetés lehet karácsonyra is. November 8-án hétfőn a Kölcsei Televízió híradóját látták, nem sokára jön az időjárás jelentés, friss hírekkel pedig holnap este is várjuk majd Önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Hétfőn este derült marad az idő, hajnalra 0 és 2 fok közé csökken a hőmérséklet. Kedden napközben napos, de hideg idő várható, eső nem valószínű. Délután többnyire 10-12 fokot mérhetnek. A hét további részében marad a napos, de hideg idő, fagypont körüli hajnali hőmérsékletekkel. Eső csütörtökön és pénteken várható.